Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit Kispestről. Jelenleg itt vagyok az 50-es villamos vonalában, és szeretném nektek mutatni, az egy már nem működő villamoskocsi szín. És egy 50-es villamos is mindjárt érkezik. Ott jön a háttérben az 50-es villamos, itt főleg TV6000-esek járnak errefele, ugye az ismertetlen honnoveli villamosok vagy tevék. És ott volt egy, látszik itt van egy visszafogási lehetőség, egy váltó. Hát ez most már csak elhasználják, hát közben valami esik a hó. Egy a villamos is elment, és mindjárt jön a következő. Milyen sűrű forgalom van erre? Közben elment egy tanulójárat is, de most már tiszta a terep. Úgyhogy kicsit közelebbre megmutatom nektek ezt a... Hát látszik, ezt a visszafogó váltót ilyen meghagyták, de ez régebben más funkcióval is bírt. Ugyanis ott a háttérben volt régen a kispesti kocsiszín, aminek az épülete még megvan. Van és még egy-két nyomát is fel lehet fedezni. Ezeket fogjuk most megnézni. Ott a háttérben lévő villamos megállnak az a neve, hogy villanytelep. És ezt is onnan kapta, hogy itt működött az áramfejlesztő, amelyik ezt a vonalat ellátta árammal, még amikor 20% elején, mikor kiépült. És nézzetek meg annak az utca nevet, hogy a Áram utca, tehát még ez is a emlékét őrzi. És a 19. kerületben vagyunk még mindig. És itt van a másik nyoma. Pedig, hogy itt, mint látjátok, volt egy váltó régebben. Még a... valamennyi látszik is belőle, és itt vezetett be bevágány a kocsi színbe. Ezt mindjárt meg is mutatom nektek. Itt, ahogy látjátok, valahogy így jöhetett a vágány. Így. És szerintem itt a... így. Legalábbis nekem ez itt nagyon gyanús, hogy... itt ez a... és érzés szerintem úgy vezetett be. De mindjárt látunk itt másik vágány maradványokat is. Hát itt, ha megnézitek, itt még megvan egy vágány, és valószínűleg ez is valahogy itt csatlakozhatott be. Tehát itt látszik még a vágánk egy megmaradt része, és még egy kiágazás van, tehát ez volt maga a kocsiszínnek az épülete, és a vágányok itt vezettek be. Hát itt van maga az épület, az még megmaradt, és az a remíz gyógyszertár például, az még őrzi az emlékét, hogy itt mi volt korábban. És igen, most egy, látjátok, egy Prima, egy ilyen CBA üzlet működik itt. És az volt az áramfejlesztő. Régebben ott voltak a generátorok, ami ellátta árammal a villamos váját. Arról kapta a nevét a megálló villanytelep. És valószínűleg itt a vágány az így ment tovább, csak kiépült itt a megálló. És itt még további vágányok vezettek be a kocsi színbe. És a másik oldalt is ott megvan egy kiágazás, azt még megnézzük. És látjátok, itt a jegyautomata mögött is. Látszik, hogy szintén volt egy kiágazás, mindjárt erre is jött, és annak a vágának a folytatása is itt volt. És akkor mindjárt, hogyha át tudunk itt menni az úton, akkor ezt mutatom még meg, hogy itt szintén kiágazott a villamosvonalból. Tehát itt ez a kocsiszíni beálló menetek, használták ezt a vágányt addig, és ott a háttérben meg szintén van egy meghagyott visszafogási lehetőség, ahol szintén a kocsiszínbe kiálló villamosok miatt épült ez ki. No, de miután a kocsiszínt bezárták, azért visszafogásra még használták és alkalmassá tették.
akkor kicsit közelebbről megnézzük már az épületet. A kocsiszínéről annyit lehet így tudni, hogy érdemes, hogy 1887-ben épült, ha jól emlékszem. Akkor indult itt meg a villamos közlekedés, akkor még nem 50-estek hívták, de ezen a villamosvonalon, és 1977-ben szűnt meg. Tehát gyakorlatilag 90 évig működött. Van, és valószínűleg itt voltak a vágányok, amik így folyamatosan vezettek be itt az épületbe. Hát látszik, hogy működik, vegyes volt, vagy hogy se tényleg. Fodrászat, kozmetika, gyógyszertár, hasznosították az épületet, szerencsére megmaradt, és eredeti állapotában maradt meg. És akkor megnézzük hátulról is. Én szerintem még ez az épület is a kocsiszínhez tartozott, egyébként Remisz irodaháznak hívják, tehát valószínűleg az emléki. Hát akkor ez lenne maga a kocsiszínnek az épülete. És mondom, ez volt az áramfejlesztő. És a generátorház, olyan tudom, ide hívták ezt egész pontosan. Közben egyébként egyre jobban esik a hó, csak megjegyzem, és körülbelül -2 vagy -3 fok van. Úgyhogy igen, beköszöntött a tél. És igen, itt is van egyébként. Ez még egyébként működik. Az áram átalakító. Nézzétek meg. Pontosan. És így oldalnézetből ez a Remisz irodaház, de egyébként látszik, hogy itt van bekötve. De ezek nem a villamos vonalba táplál most legalábbis ez elvezetékre szerintem nem. Hát itt van oldalnézetből ez az irodaház, és biztos vagy benne, hogy ezt is. De hát már csak magából az épület jellegéből adódóan, mert a budafoki kocsiszínben is hasonló kinézeti épületek voltak, hogy ez is a kocsiszínhez, és hát itt a kispesti kocsiszínhez tartozott. És ugye arrafele még látható még egy épület, és hát abban nem vagyok biztos, hogy ez is a kocsiszínhez tartozott, de elképzelhető. És ott majd egy kicsit közelebb megyek és megnézem, hogy hát ha valami kiderül belőle. Szerintem eddig. Eddig ez az épület a kocsiszínhez tartozott, és ezeket már utólag építették ide. És talán... Igen, ez már egy üzemi terület volt akkor is, lehet, hogy most is az. Hát eddig még be tudok lesni. Hát itt van a kocsiszínnek a hátsó épülete. És ez már az áramatlakító, amelyik nyitva is van, úgyhogy szerintem itt még dolgoznak is, mert ez még üzemel, úgyhogy ide nem is megyünk be. De akkor ez gyakorlatilag ennyi. És akkor ez a kispesti kocsiszín bemutató útalag az ennyi lett volna. Ként is majd lefagy már a kezem, mert például -3 fok van. És esik a hó is, úgyhogy most nagyon hirtelen, nagyon hűvös lett. Úgyhogy hát köszönöm nektek, hogy megnéztétek, és hát tudjátok, lehet lájkolni, lehet diszlájkolni, attól függ, hogy tetszette vagy nem tetszett. Ha még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel, mert egyre többen vagyunk, tehát már 2000-et már bőven átléptük, lehet, hogy 2100 is hamarosan meg lesz. Úgyhogy, és köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!